Cristi Szabo from Romania. She got the 10 and the gold medal, her third of the evening. Some of the best routines in this Olympic competition, in the individual apparatus competition. What a routine. Én nagyon szeretem itthon. Nem csak most mondom, én többször megmondtam ezt, hogy én nagyon szeretem az ágon, nagyon szeretek hazajárni. Lehet, hogy ami nem volt gyerekkoromban, most az húz hazafelé. Bepoltolni nem fogom tudni, mert sokan nincsenek. Úgyhogy én nyitom, én zárom be az ajtót, a házat. De jó érzés otthon. Nekem nagyon jó érzés, és nagyon jót tesz nekem. Minden évben nyáron szoktam hazajönni több időre, és akkor most azt mondtam, hogy úgy jövök, hogy jövök Franciaország, Kolozsvár, egy pár napig itten, és azután fogok menni Zágomba. Úgyhogy akárhol vagyok itt Romániában, én nagyon jó vagyok, úgyhogy otthon vagyok mindig, itthon vagyok. Vagyok Zágomba, én mindent szeretek csinálni. Elkezdve takarítástól, javítani, kaszálni, mindent. Személyesen kaszálni? Igen. Ez egy ilyen jó kikapcsolódás? Hát lehet, hogy amit nem csináltam ezelőtt pár éve, akkor próbálom most megcsinálni. Lehet, nem tudom. Nem tudom megmagyarázni, de az a jó benne, hogy mindent tudok csinálni. Jó, nem mondom, hogy most kaszálni perfekt tudok. Nem. De mintha úgy születtem, ezzel születtem, hogy itt kell csináljam. Érzem, hogy tudom csinálni. Nem, ezt nem tudom megmagyarázni. A család nagyon jól tudta, hogy az anyukáik ki, úgyhogy már megszokták, s a fiúk most már a gyerekeim nagyok. Most eljött az az idő, hogy most jobb, könnyebben tudok mozogni, mert ezelőtt kisebbek voltak, nem volt olyan könnyű. Lorenzo sokáig focizott, és a Zenom, hát mondjuk, hogy őt nem kell vinni vagy hozni, mert pont mellettünk van, és hát most nagyobb, úgyhogy most megy egyedül, hip-hop-hozik. Hip-hop, igen. Igen, nagyon jól táncol, igen. Nem azért, mert az enyém, de nagyon szépen táncol, igen. Magyarul beszélünk. Mind a kettő. Magyar, román, angol, francia, spanyol. Amikor megkezdődött az év, és eldöntöttem, hogy be fogom fejezni a tornát, mert egyebet akartam én is csinálni, saját döntésem volt, akartam egyetemre menni. Ez volt az egy, akartam egyetemre menni, és már éreztem, hogy nehéz. Mi volt nekem a legnehezebb? Az egyetem, mert nem tudtam tanulni. Nem tudtam, hogy kell tanulni. Ez volt a legnehezebb. Nem jó, hát a könyv előttem volt, és kinyitottam, és most mit kell tanuljak, hogy kell tanuljak. Ez volt a legnehezebb. Az egyetem volt az első két év, nagyon nehéz volt. Szerencsém volt, mert amikor abba hagytam a tornát, már délben nekem már megvolt a csapatom. Úgyhogy már mentem edzeni. Volt a Nádia, és Nádia után itt hiányzik 10 év. Pont ahol mik vagyunk, az én vagyok, az én generációm, ahol van a szilivás, az a 10 év ki van, nincs sehol. Én azt teszem fel a kérdést, de miért?
Miért nem mondják, jó, Nadia, én, Szilivás, stb. Stb. De minden, mindig ki van hagyva ez, mindig ki van hagyva. Zavarja esetleg az, hogy Szabó az ember? Hát most már annyira megszokták, hogy gondolom, hogy nem kellene zavarják őket. Gondolom. Nem tudom, nem tudom. Majd valamikor, hát ha meg tudjuk. Szeretném, hogy jöjjek egy hosszú időre, úgyhogy nem mondjam, jaj, még van 3 hét, vissza kell menjek. Számolom az utolsó napokat, mert mindig így van. Olyan jó, amikor megérkezek, de amikor az utolsó hét eljön, fogy a szabadságról, a szabadságból, akkor mondom, jaj, még 2 nap, még egy. Szeretném, hogy jön el az az idős, hogy mondjam, jaj, meguntam. Hogy mondjam, meguntam, most mehetek vissza. Nem tudom. Mindenütt szeretem, mindenütt. Mindenütt, úgyhogy jó, nekem zágon-zágon marad, az biztos. Szeretem Kolozsvár, szeretem Déván, mindenütt szeretem, mert hát mindenütt van nekem még kis családom.